Az építés ez egy furcsa szerzet, mert ugye alkotó ember, nevezhetjük művésznek is, mint mondjuk egy szobrászt, egy festőt, egy költőt, és sorolhatnám, de ő azért meghatározza a körülöttünk lévő környezetet, kvázi az épített környezetet. Tehát ha egy kép nekem nem tetszik, akkor azt nem nézem, nem veszem meg. De csúnya ház előtt elmegyek, és minden nap el kell menni, az hatással van rám. Ez egy nagyon jó arány, ha egy építésznek a megtervezett házai közül kb. 50% ha megépül. Ennél sokkal rosszabb arányok vannak. Azt gondoljuk el, hogy a másik fele az meg a fiókba kerül. Ott van ledokumentálva, ma már digitálisan, régen papíron, lehet nézegetni, lehet kiállításokat csinálni belőle, de én azt gondolom, hogy az építés az azért építés, hogy megépüljenek a házai. Nekem mindig kicsit keserű szájízt jelent az, hogyha elvégzek egy munkát, és az egyéb okok miatt nem épül meg. Sokáig vitatkoztak, hogy mi az, hogy építészmérnök. Ilyen nevű állat, mondta Bitó János tanár úr, csak Magyarországon létezik, hogy építészmérnök képzés. Van, ahol mérnököt képeznek, van, ahol építész. Nálunk van egy építészmérnök képzés, ahol mi félig műszaki tantárgyakat tanulunk, és sokkal kevésbé szerintem, legalábbis az én emlékeim ezek, a művészeti képzésre fektették a hangsúlyt annak idején a műszaki egyetemen. Na most ebből kell nekem dolgozni, ezért arra törekszem, hogy amikor egy konkrét megrendelést kapok, tehát nem pályázatról van szó, vagy gondolkodom bármiről, hogy azt el tudjam juttatni addig, hogy megépüljön. De sokszor ez nem valósul meg, ez van. Bekeveredtem egyszer a Bercsényiben egy előadásra, ahol egy bizonyos Makovec Imre beszélt. Én addig a nevét sem hallottam. Tehát elsőéves egyetemista létemre nem nagyon ismertem magyar építést. És akkor beülök az előadásra, és akkor ott van egy ilyen kopaszodó, vajszos ember. Ja, hogy ez is építészet? Vagy ez az építészet? Ez már érdekel engem. Megfogott ennek az embernek a személyisége, tehát úgy beszél, olyan mondatokkal, olyan, nem tudom, szófordulatokkal, amit egy, azonnal megértek, nem érzem benne azt, hogy ezt oktatás szinten mondja el a fiataloknak, és hát felvillantott egy világot, amit nevezünk organikus építészetnek. 86 végén, 87 elején Makovec Imre bejött a irodába, és elém tett rengeteg tervet, amiről azt se tudtam, hogy micsoda, és azt mondta, hogy fiacskám, te leszel holnaptól Csenger főépítésze. Fiatalok voltunk, gátlástalanok, ezt rögtön hozzáteszem, és amikor avval jöttünk rá, hogy itt mondjuk 10 házat bontsunk el, nyissunk egy teret a templomnak, aki rosszul áll az utca felé, az akkori utca felé, közelítsünk rá a torony felől, a valamikori megközelítéséről, mert erről ilyen régi térképeken még találtunk nyomokat is, akkor ezt elfogadta az önkormányzat, meg a tanács. Tehát ez a szabad kéz egy nagy felelősség volt, és tulajdonképpen ezáltal egy új városközpontot tudtunk kialakítani, amiben már sokkal könnyebb volt, így utólag visszagondolva, elhelyezni azokat az önálló, kicsit szoborszerűen megformált épületeket, ami nem csak az organikus építészetből jött, hanem abból a tervezőgárdának az akkori mentalitásából, aki a mai Csengeri városközpontot megépítette. A csengeri munkái miatt, mivel Csenger és Kovászna, romániai magyar város, testvérváros, felkértek, nem engem, Makovec Imrét, hogy tervezzen egy épületet ide, amit azonnal lepasszolt nekem. Ez a Kőrösi Csoma Sándor archívum, emlékház, múzeum, és elkezdődött az építkezése, aztán leállt a munka. Én azt hittem, hogy ebből már nem lesz semmi. Egyébként az építész ebbe bele is tud törődni, és 3-3,5 évvel megkerestek, hogy van erre pénz. Elővettem a fiókból azt a vázlatokat, ami volt, kiderült, hogy az nagyon kevés, innen több tervet visszakaptam,
és ebből elkezdtünk együtt dolgozni. Tehát én most már tudom, hogy ez a ház el fog készülni.